Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, folytatjuk az Enderverse-nek a bemutatását. Én az i3 VM-et raktam fel. Gyakorlatilag a telepítése nagyon egyszerű. A múlt részben végignéztük képeken, hogy hogyan lehet telepíteni, mi az, ami számunkra érdekes. Legalábbis tudni kell erről a telepítésről, amit bemutatok. Gyakorlatilag beixeltem, bepipáltam, hogy i3 VM, a kettő darab kernel lehetőséget pluszba feltettem, illetve a nyomtató lehetőségeket bepipáltam. Ennyi a telepítés, nézzük is meg, hogy mit kapok. Indításkor ugyanazt kapjuk, mint az előző beszélgetés alkalmával az XFCE-nél. Megkapjuk a beállító kis indító kis panelkánkat. Kezdőknek nagyon kényelmes, alapvetően gyorsan elvégezheti az ember a tükrök beállítását, illetve természetesen a rendszer frissítést, illetve a takarításnak az idejét be lehet állítani. Ezek azok a fő konfigurációs dolgok, amivel érdemes lesz foglalkozni, mivel hogy erről már volt szó, végignéztünk, nem foglalkozunk vele. Az XFCS részben megnézzük a beállítási lehetőségeket, itt sem mások. Becsukjuk, erre nincs szükség, egyébként Windows Q billentyűvel tudod becsukogatni. Ránézünk a kapott termékre, szépen néz ki, hogy valakinek ez a lila bejön, vagy nem, vagy lecseréli a háttérképet, vagy nem, azaz ő dolga. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a panel, amit alul helyezkedik el, a háttérkép jó beállítású, véleményem szerint jól eltalálták a hozzávaló színeket. A panelon, hogyha végignézünk, gyakorlatilag mit kapunk? Kapunk három darab indító ikont, a terminált el tudjuk indítani, a megszokott Firefoxot, illetve van egy fájlkezelőnk, amit én elindítottam, és eléggé el nem ítélhető módon a másik monitoron jelent meg a monitorok elhelyezését, illetve egyebet nem állogattam. Most jelen pillanatban minden a fő monitoron, ami nem ez, amit ti látok, azon jelenik meg minden, azon nyílik meg minden, hát nyilván ezen állogatni kell. Nem tudhatták, hogy milyen dimenzióban hány darab monitort használ az ember. Oké, mit kapunk? Ránézetre tudjuk, hogy ez a tunár megint ott jelent meg, de ide hozom, hogy nehogy azt higgyétek, hogy össze-vissza beszélek. A tunárt kaptuk meg, szép színösszeállítás, a háttér kinézetnek megfelelő színösszeállítást kapunk. 4.18.4-es jelenleg ez a verzió, már tudja az F3-ra a megosztást, azaz szépen két fele tudjuk osztani egy, illetve kettő panelra. Kényelmes, össze is nyomom, és helyre teszem ezt, mert ennek funkciója lesz. Oké, azt hiszem egyértelmű. Mi az, amit még kapunk? Meg egy-két kijelzést kapunk, ami igazán van-van, de legalább működik. Hangerőszabályozás, rákattintasz, a megszokott panel, nem sok mindent lehet erről mondani, működik. Látható volt, hogy működik. A 40% a hangerőt mutatja, nyilván föl legörgetéssel tudod állogatni. Itt pedig van valamilyen téglalapszerűség, rákattintottam, és mit kapok? Egy ilyen kis alapsugot kaptam. Én igazából ezzel nem igazán szeretnék foglalkozni. Pár sugó lehetőséget, milyen parancsot hajt végre, azt kapjuk meg. Gyakorlatilag lehet válogatni, a gyors billentyűket megnézni. Egyetlen egy dolog, ami lényeg, illetve bocsánat, kettő, az ESC, meg az F1. F1-jel egy komolyabb sugot fogsz kapni, a billentyű kombinációkról, az ESC-kel kilépsz ebből az egész panelból. Nézzük is meg az F1-es beállítást, látható, szépen felsorolja az összes billentyű kombinációt, amivel te dolgozni tudsz. Split H, Split V, az természetesen a Mod 4 Windows gomb, H és V beállítása, a Full Screen az F, azaz ezeket azért jó lenne megjegyezni, hogy azok hogyan működnek, illetve ezekkel tudod vezérelni alapesetben az ablakok megjelenítését. Nyilván ennél sokkal többet tud az i3 VM, tehát nem csak függőleges, meg vízszintes elosztása van, de egyelőre ezt érdemes megjegyezni, hogy valahogy az ablakokat el tud helyezni, hogyha éppen szükséged van rá, de nem is ez a fő cél, hogy az i3-at, hanem az Enderverse-nek a beállításait szeretném bemutatni, illetve azokat a lehetőségeket, amit kapunk. Hát ezt szépen becsuktam egy S gomb lenyomásával, és el is tűnt. A következő egy zöld kis ikonka, amire rákattintva ilyen energiakezelős gondolatokat tudsz megtenni, gyakorlatilag jelen pillanatban indiferens, de
azt lehet látni, hogy működik és szépen néz ki. A következő a dátum és az óra, mögötte nincs semmi, rákattinthatsz, nem jelenik meg semmi, tehát nincs itt naptár mögéje téve, oké. Okay. A következő, ami fontos, rákattintasz, a kiléptető menüt kapod meg, ennyi. Gyakorlatilag elmondható, hogy az összes érdeklődésemet elmondtam ezen kis panelkáról, működik, szépen működik, a többi mi? Úgy is ki fogom venni, én a Tint 2-t használom. A következő dolog, ami fontos, mekkora telepítést kapunk, gyakorlatilag megnyomod a Windows D billentyű kombinációt és megkapod. Első körben látjuk, ami egyébként egy nagyon kellemes dolog, hogy az arandot felteszik. A monitor beállítása ezzel a programmal működik, volt róla szó, nem szeretném még egyszer bemutatni, nagyon-nagyon kényelmes, hogy nem kell azonnal azzal kezdeni, hogy az arandot felteszem, hogy a monitor dimenziókat melyik hol helyezkedik el, milyen felbontásba azt át tudjam állítani, nem mutatom meg, mindenki ismeri. Következő archívum kezelő, ismert B-top. A B-top micsoda? Már láttátok, az a H-topnak, topnak egy modernabb vagy szebb kivitele. Én ezt szoktam feltenni, gyakorlatilag nézzük is meg, milyen erőforrás igénye van ennek. Megint a főmonitoron jelent meg, és álhozom ide, és kinagyítom. Jó, ki van nagyítva, ezt egy picit odébb teszem, hogy mindenki lássa. Mit látunk? Gyakorlatilag alig van erőforrás igénye, egy megfelelő általános erőforrás igényt fogunk észrevenni. 6,77 GB-os a telepítés, vedd figyelembe, hogy ez egy viszonylag elfogadható kicsi telepítés, általában 8-10 gigás telepítések vannak, nincs sok program. Tehát nehogy azt hitt, hogy most kapsz egy asztali környezetet i3-ba csomagolva, meg 10 millió programot, nincs, alig van program. Ezért választottam én ezt a telepítési módot, mert gyakorlatilag alig van feltelepített program, alig van akármi, a minimálisat fogod megkapni, amire te tudsz építkezni. Azaz nem azzal kezded az életedet, mondjuk az Enderworld i3 verzió, meg az XFCE, meg a többinél, hogy le kell bányászni, le kell piszkálgatni azokat a programokat, amire nincs szükséged, életedben nem használtad, hanem alulról tudsz építkezni. A következő gondolat, a méret megvan, gyakorlatilag úgy 1 giga környéki az alapjárati memória használat, itt már van nyitva egy B-topunk, egy panelunk, ami éppen fájkezelőt takar, illetve természetesen a rögzítés is megy, nem egy pici memória használat, vegyétek figyelembe, hogy 16 gigás, azaz nem 4 gigaramos ilyen virtuális gépről beszélünk, nem kicsi memória használat, azt aláírom, de én azt mondom, hogy nyugodtan használjon annyit, amennyit akar. Miért? Természetesen a BTRFS, ami ez alatt működik, arra telepítettem föl, és nem X4-re, picit nagyobb memóriaigényű, illetve természetesen nem azért veszi meg az ember a memóriát, hogy azzal spóroljon. A gép, illetve a Linux az elég intelligens dolog ahhoz, hogy az ember, hogyha nem tudja, hogy mit kellene állogatni, és szerintem az emberek 99%-a nem is tudja, nem is érdekli, hogy éppen mit lehet itt javítani, állogatni, kivenni, indítani, egyéb, akkor ne nyúljunk hozzá. Intelligensen kezeli, hogyha nagyon le van terhelve, ő automatikusan rendezgeti a sorait. Én az elmúlt időszakban ezt a gépet 3 éve használom videó, audio vágásra. Memória problémám nem volt, amikor jobban kitolódott a memória határ, tehát többet használtam, rendesen dolgozott a Linux, kezelte a memória használatomat. Ahogy lehet látni, a swap állomány fél giga, gyakorlatilag ez swap állomány, és nem swap partíció, ezt állítja be automatikusan akkor, hogyha megfelelő mennyiségű memóriánk van, illetve természetesen hibernálást nem kérünk. Telepítéskor ki tudod választani, hogy milyen file rendszered legyen, illetve ki tudod ugyanott, azon a környéken választani, hogy milyen swap állományt, swap partíciót szeretnél. Én az állomány mellett tettem le a voksot, és nem azt a lehetőséget választottam, hogy hibernálás legyen. Megfelelő mennyiségű swapot fog elkészíteni,
Ennyi. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a telepítés mérete viszonylag kicsi, kevés programot rak fel, megnézzük, hogy milyen programokat. Természetesen a memória használat az én ízlésemnek megfelelő, sokan ezt már nagynak tartják, de nyilvánvalóan nem azért adtam ki a pénzt a memóriára, hogy üres legyen, tőlem az összeset használhatja, csak működjön gyorsan a gép. Megint megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Archívumkezelő egyértelmű, múltkor is fent volt. Az EOS-hoz tartozó programokról nem beszélek, múltkor volt róla szó, beállító programok és egyebek. Csoportos átnevezés, ahogy múltkor említettem, természetesen a fájlkezelőnek a tartozéka feljön. Firefox, egy G-kalkulátor nevű számológép, kellemes dolog. Gtamp, ez egy képnézegető dolog, és én szerintem a legjobban eltalálták. Nagyon sok ilyen képnézegető, képmegjelenítő dolog van, és erről már volt szó. Gyakorlatilag én azt mondom, ez a legkényelmesebb, legkényelmesebben használható, olyan, amiben pici ezt, pici azt tudunk csinálni. Nem egy csoda dolog, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez kiváltja a gimpet, meg egyéb, de pontosan arra jó, amire nekem kell nézegetni, átméretezni, belevágni, vagy esetleg ilyesmiket csinálni. Nem nagy dolog, de legalább kényelmes. A következő a nyomtatóhoz tartozó dolog, ikonkeresgető, nem tudom miért tették bele, de hát hogyha már beletették, legyen benne. Printer Manager, egyértelmű megjelenítés testre szabása, na hát ez micsoda lehet, i3 alatt mit tehettek bele, nyilvánvalóan a megszokott dolgot, én ezt be is zárom, itt lehet a kinézetet állogatni, nem sok téma van feltelepítve. Vegyétek észre, hogy a témák között nem nagyon van olyan, hogy 500 féle, mint ahogy sok helyen rakosgatni szokták, én úgy gondolom, hogy ez egy kényelmes dolog, hogy majd én eldöntöm, felteszem azt a témát, ami nekem kell. Na hát, Ctrl-D, újfent, és hol tartottunk? Meld, összehasonlító dolog, MPV Media Player. Az MPV egy jó kis média lejátszó, nem túl csicsás, nagyon egyszerű média lejátszó. Alapesetben, hogyha valakinek kevés filmnézési, zenehallgatási gondolata van, ő neki teljesen megfelel. Kis erőforrású, nincs rengeteg beállítási lehetőség, nem zavarja össze az embereket, szerintem az egyik legkezesebb, kisebb kategóriájú, nem VLC, de ha valaki párszor néz naponta filmet vagy zenét akar hallgatni, arra bőven megfelel. A Pulse Audio hangerőszabályzó láttuk, a többi lapozgatok, tekergetek, mert ez nem követi automatikusan, akkor a Röfi természetesen felteszik, a szelektor, a témaszelektálást meg lehet tenni, a szokásos dolog, de nagyon kényelmes, hogy nem csak a Röfit teszik fel, hanem ezt a témaválasztó dolgot, hogyha az alaptéma beállítása, megjelenítés nem tetszik, akkor ezzel egy kicsit változtathatod a kinézetet, mindenki kiválaszthatja, ami neki tetszik. Becsukom, erre jelenleg nincs szükségünk, Windows D, és megjelenik, nézzük is meg, hogy mi egyebet kapunk. Megint lefele megyünk, egy kicsit más, tehát ez nem az a start menü, amit megszoktunk, ami nagyon kezes, de véleményem szerint ez a röfis megjelenítés teljesen megfelel nekem. Szövegszerkesztő. Nézzük is meg, milyen szövegszerkesztőt kaptunk, ráenterezek, megnézzük, szerintem a Xedet kaptuk, nyilvánvalóan a legegyszerűbb szövegszerkesztő, de beállításokat meg lehet vele tenni. Oké, Xed, kedvencem, ilyen szempontból. Nagyon pici, nagyon gyors, nagyon egyszerű, nem egy LibreOffice, oké? Maradjunk annyiban, nem egy LibreOffice, nem egy Kéti, nem egy Gini, meg egyéb ilyesmi, de szerintem eltalált dolog, már csukjuk is be, hogyha már ennyire megdicsértem, Ctrl-D. Tűzfal beállítás. Mivel lehet a tűzfalat beállítani? Mivel úgy nézem, hogy gyakorlatilag ez az, ami az utolsó települő program, ami igazából érdekes, terminálokat, ott lehet látni, hogy mit kapunk, a JAD settinget meg lehet nézni, nem szoktuk használni, az alapbeállítást elfogadjuk, a JAD adja azokat a EOS-hoz tartozó programoknak a kinézetét, ami éppen bemutattam múltkor, nyilvánvalóan szép az, jó az, ahogy beállították, tűzfal beállítás, természetesen megkéri a jelszavunkat, és a tűzfal beállítás megtörténhet, sugó. Nézzük is meg, milyennek a neve, hogyha valaki úgy keres rá az internet. Ez egy konfigurációs megoldás, de gyakorlatilag ezzel a tűzfaladat be fogod tudni állítani. Olvas,
utána, hogyha a tűzfal beállítását szeretnéd megtenni. Egy külön videót megérne, de nyilvánvalóan most nem ez a téma, tehát a tűzfalat be tudod állítani. Na hát én összefoglalnám a dolgot. Telepítés pofon egyszerű, alapbeállításokkal feltettem az i3 VM-et, feltettem, mivel ugye ez már tesztrendszer nekem, a kétféle plusz kernelt, nagyon kényelmes, tip trükk, nem nagy trükk, de hogyha telepítesz, és ott van egy olyan lehetőség, hogy plusz kernelt feltegyél, akkor valamelyik LTS kernelt, vagy egyéb kernelt tedd fel, mert hogyha bármi történik azzal a kernellel, rendszermaggal, ami éppen fut, és újraindítod, és nincs tartalékod, akkor nem fog indulni a rendszer, de hogyha van még egy, 2, 3, 4, akármennyi, azért 5-öt nem kell felrakni feltétlenül, de van egy tartalék, akkor azzal elindul a rendszer. Nem fogsz égbe kiáltó változásokat észrevenni, nem lesz más a kinézet, de legalább van egy tartalékrendszer magod, hogyha bármi probléma van, előfordulhat. Árcsot használunk, előfordulhat, akkor legyen egy tartalékunk. Oké, telepítés egyszerű, nyilvánvalóan én felrakosgattam azokat a dolgokat, ami fontos számomra, mi a nyomtató, illetve a szkenner felismerés, hiszen szeretnék nyomtatni is valamikor. Azzal kaptunk egy 6 giga környéki, 6-7 giga környéki telepítést, ami egy viszonylag elfogadhatóan kicsi telepítés. Vannak kisebb telepítések is nyilvánvalóan, de én úgy gondolom, hogy ez a telepítés méret elfogadható. A memória használat egyéni dolog, engem nem zavar, hogy az átlagosnál kisebb, és nem arról beszélünk, hogy 160 mega. Nekem az a lényeg, hogy gyors legyen a rendszer, és hogyha memória kell, akkor a rendszer az saját magának megteremti, hiszen a memória használatról volt szó, egy szubjektív gondolatot megtettem. Oké, tehát egy szépen működő rendszert kapunk. Boncoljuk szét a rendszert, nem fogunk rendszert beállogatni, gyakorlatilag egy-két dologra szeretnék rámutatni. A tunárt kinagyítom, és megkeressük azt a részt, hogy config. Nyilvánvalóan a konfigurációs fájlok között nem az autostartot fogjuk nézegetni. Hozzáteszem, a DEX-et használja autostarthoz is, én azt kiszoktam ebből venni a DEX programot, de hát az az én egyéni dolgom. Lényeg az i3 beállítását nézzük meg, ahogy lehet látni, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy mindenki azt látja, amit én látok, hogy szétszették a konfigurációs fájlt úgy, hogy a konfigurációs fájlon kívül vannak a billentyű parancsok. Ez egy kényelmi dolog a pár éve. Nem tudom mióta van erre lehetőség, egyik verziónál nagyon örültünk neki, hogy ki lehetett a konfigurációs fájlokból szedegetni részeket, külön fájlba beletenni. Én azt gondolom, hogy ez egy kényelmi dolog, kényelmes és jól átlátható dolgot kapunk. A i3 Blocks Config-nak az értelmét mindenki tudja, az i3 paneljét állogatott be, külön könyvtárban vannak a hozzátartozó scriptek, kényelmes dolog. Természetesen én úgyis el fogom ezeket tüntetni, mert nem ezeket használom, tehát nem az i3-nak a saját paneljét, de nagyon kulturál dolog, hogy a scripteket nem csak ide beledobják, nem valahova elrakosgatják, hanem egy helyen az i3 VM beállító könyvtárába minden egybe van, azaz, hogyha fogod magad és lemánted ezt a könyvtárat, akkor a beállításokhoz tartozó majdnem minden, ami az i3-at érinti, egybe lesz. Nézzük is meg a billentyű kombinációkat, a névből gondoltam, hogy a billentyű kombinációk, rákattintunk, a kétét megnyitottuk, gyakorlatilag mit látunk? Az első gondolat az, hogy olyat csináltak, amit én nem szeretek. Azaz ilyen kis pingvin rajzocska mutatja a Windows 2, tehát a Windows gombot. Ez számomra nem egyértelmű, nem szeretem. Tehát itt, hogyha valami van, akkor legyen az, hogy mód 4. Nem? Vagy akármi más. Mód 4, vagy mód 1, vagy egyéb, ami egyértelmű, ne pingvin rajzocskák. Nyilván ezeket úgyis ki fogom tisztítani, szétszedem teljes mértékben. Miért? Mert értelemszerűen és logikusan a saját billentyű kombinációmat szeretném használni. Nagyon jó. Mit látunk még? Itt lehet látni két dolgot, hogy itt van a GitHub oldala. Tehát, hogyha valakinek beállítások kellenek, oda megy a GitHub oldalra, és letöltögeti, megnézegeti, elolvassa azokat a dolgokat, amiket ők ott közre annak közölnek. Szuper!
Jó dolog, mert nem itt-ott kell keresgélni, oké? Okay? A Wikinek az oldala is itt van, nem túl sok dolgot írtak le, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy egy teljes gépkönyvet kap, logikus feltételezés az i3 VM saját oldalát, mindenki ismeri, A-tól Z-ig elolvasgatta, igaz angol, de legalább fordítóval magyarra fordítani kényelmesen megtehetjük, érthető szöveget kapunk, és mindenre kitérnek, az a gépkönyv, amit mindenkinek ismerni illik, illetve itt lehet egy olyan gondolatot tenni, hogy frissíted a beállításokat az ő beállításukra, gyakorlatilag mivel ez egy új telepítés, ennek szükségét jelenleg nem érzem. Na hát akkor ezt be is csukjuk. Becsuktam, és belenézünk a konfigurációs fájlba, és belenagyítok. Itt szintén elmondják, hogy milyen elérések vannak, mire kell figyelni. Konfigurációs fájlok, set, mode, mode 4, egyértelmű, nem pingvinkék vannak. Frászkapok az ilyen új hullámos dolgoktól, működnek természetesen. A következő beállítás, hogy milyen legyen az alapértelmezett panel beállításunk, tehát osztott vagy egyébnél, én természetesen a tabed, azaz a fülecskéset szoktam használni, nagy gyorsan le is mentem, hogy el ne felejtsem. Gyakorlatilag a geppeket, egyebeket tudod beállítani, most már az i3 VM, tehát a gyári hivatalos kiadás is a geppeket tartalmazza, nem kell külön telepíteni az i3 VM gepset, ebbe már bent van. Ahogy az előbb lehetett látni, amikor osztott panelt használtam, illetve az volt beállítva, hogy ezek nem egy vastag, ronda, ide-oda elhelyezett csicsás keretek, illetve geppek, rések, hanem egy szépen elhelyezett rések. Lehet itt látni, hogy nincs túl nagy. Nem túl nagy, kellemes, egy picikét a monitor szélétől eltávolodik a széle, ami egyébként számomra nagyon kellemes és jól néz ki, nem mászik fel a kávára, ahogy én mondom, nagyon jól néz ki. Jó kis beállít. A következő beállítás, a szokásos beállítás, gyakorlatilag nem jelent semmi gondot, annyi érdekesség van, hogy a számébillentyűkkel is tudod vezérelni, tehát a numpad értékekkel is tudod vezérelni ezeket az ugrálásokat, áthelyezéseket, mozgatásokat. Szerintem nagyon kényelmes, én ezeket ki fogom szedni természetesen. Én nekem külön van a számébillentyűzet, és nem számok, nyilacskák, egyebekre használom hagyományos értelemben, hanem egyébre át van kódolva a videóvágáshoz. Tehát ezeket kiszedem, de nagyon-nagyon-nagyon jó megoldás az, hogy a 10 asztal munkaterület között azon keresztül is tudsz váltogatni, azzal és úgy, ami éppen kézre esik. Egyébként logikus, hogy a numpad résszel tudjál váltogatni. Ha lefele megyünk, látni lehet, hogy egész szépen be vannak állítva a dolgok, azaz dolgoztak vele. Nem csak egy i3 VM alapkonfigurációt kapunk, rengeteg saját script van, ahogy lehet látni az F1 exit, az F1 gomb lenyomásával megkapjuk ezt a scriptet, hogyha valaki véletlenül nem tudja olvasni ezeket a kódsorokat, az F1-es gomb lenyomásával hajtsd végre ezt a scriptet, ennyi. Tehát nagyon sok minden beállítás van, a fényerőt állogatni lehet billentyűről, gyárilag be van állítva, tehát át kell nézni egyébként, hogy mi az, amit éppen szeretnénk csinálni. Figyeljünk arra, hogyha esetleg arra gondolunk, hogy a script, i3 scripts könyvtárat, amire rámutattam, hogy abban vannak a scriptek, azokat automatikusan töröljük, akkor előfordulhatnak, hogy pár dolog nem működik, azaz nézzük meg, hogy mit törlünk és mit nem, mert például a Mode Shift N billentyű kombináció egy üres asztali területet, asztalt, munkaterületet hoz létre, Mode Shift N, és lehet látni, egy teljesen üres asztalt kaptunk, gyakorlatilag visszamegyünk a másikra, ami van, visszajöttem erre természetesen, tehát egy kényelmi funkcióval ellátott scriptes dolgot kaptunk, tehát arra figyeljünk, hogy mit törölgetünk a scriptek között, nézzük meg, hogy minek van valami értelme, a hangerőt tudod szabályozni, logikusan feltételezve átnézi az ember, hogy éppen melyik gombhoz mi van rendelve, logikusan szétrakosgatták, tehát gyakorlatilag nem jelenthet ez gondot. Arra is figyeljetek, hogy egy csomó olyan beállítás van,
illetve olyan lehetőség, ami nem megszokott, azaz nehogy automatikusan kicseréld a sajátodra, nézd át, hogy mit lehet itt keresgélni, például ilyesmi, hogy a fejhallgatóhoz átirányítja a hangot, egy kis script lehet, ami ezt éppen megteszi, tehát egy audioport váltó dolgot beépítettek, ne dobjuk ki ezeket a beállításokat, csak azért, mert mi mást szoktunk csinálni. Látható, a beállítások között vannak érdekesek, és vannak természetesen olyanok, amik nem feltétlenül fognak nálad működni, mint például az asztali területek, munkaasztalok hozzárendelése a monitorokhoz, mert nekem nem ilyen nevű monitorok vannak, ezt egyébként nem szokták tudni rendesen megoldani, hogy automatikusan felismerje a monitorok nevét, elég bonyolult folyamat, nem bonyolult csak szkriptesíteni, nem feltétlenül éri meg, szóval ezeket át kell írni. A többi, a hozzárendelések, egyéb ilyen dolgok, hogy a Firefox például ez az, Firefox megnyílik, akkor fókuszt kapjon, én azt mondom, hogy megnézi az ember, és ami nem kell, az kiszedegeti, én nem szeretek sok kikommentelt sort benne hagyni a véglegesbe, mert hosszúvá teszi a beállító állományomat, ami nem túl egészséges. Mi indul, mi nem indul? Nyilvánvalóan itt már mindenki sejti, hogy ezt a Dexes dolgot én kiveszem, azonnal kiveszem, mert elfelejtem, azaz ne maga az autóstartot, meg egyebet, ő állítsa be a környezetet, hanem majd, hogyha nekem kell valami, akkor elindítom, ha környezetet be akarom állítani, én manuálisan beállítom, azaz ne működjön helyettem senki, ne más csinálja meg, hiszen hogyha más által beállított dolgokat, autóstartot, egyebet én szeretnék állogatni, én szeretnék használni, akkor nem i3-at használok. Gyakorlatilag ezt kikommenteltem, és akkor nem lesz ezzel semmi gond, én szeretem külön-külön ezeket kezelni. A többit végig kell nézni, konki indítást, nyilvánvalóan konki nem indult, nem láttatok konkét, így bizony be lehet állítani. A következő gondolat, felkészítették az i3 konfigurációt például arra, hogy az Arandal lementjük a monitor SH-ba a monitorunk beállítását, monitorok dimenzióját, elhelyezkedését, akkor itt már automatikusan el fogja indítani ezt a scriptet. Kényelmes dolog, nyilvánvalóan ide is beírhatod a monitorok beállítását, vagy éppen a monitor SH-ba lemented, ahogy neked jó. A nitrogént használod, vagy a FEH nevű eszközt, hát azt hiszem mindenki sejti, hogy nekem a nitrogén lesz a kedvencem, de hát meg kell nézni azt, hogy telepítve van. A többi pontosan ugyanígy fog működni. Érdemes végignézegetni, azt hiszem egyértelműen, mert lehet látni, hogy elég sok mindent adnak. Sok mindent adnak, sok ötletet adnak, például itt van egy ötlet, csak egy példa, az AutoTilling script. Itt találod meg, Aurból itt tudod telepíteni, és így tudod indítani. Ki van kommentelve, de felhívják a figyelmet arra, hogy ilyesmi is van, és nagyon-nagyon sok olyasmit megtalálunk, kikommentelve, amire a későbbiekben lehet, hogy szükségünk van, ötleteket tud adni, azaz ne dobjuk ki az egészet, és tegyük be a régit, amit használunk, és amit már beállítottunk, hanem valóban menjünk végig, és mazsolázzuk végig, amit számodra fontos, vagy érdekes. A beállítások, azok egyértelműek, ismert dolgok, a többi színbeállítás, egyéb beállítás, az itt ilyen szín név szerint történik, kényelmesen tudod változtatgatni a színeket, én nem ezt használom az utóbbi időbe, hanem direkt itt adom meg a színkódokat, de mindenki saját maga tudja. A bar beállítás, tőlem idegen, nem használom ennek a bárját, azaz valóban át kell nézni, valóban minden olyan beállítást, minden lehetőséget értelmezni kell, mert ez nem egy olyan disztribúció megoldás, mint sok helyen látunk, hogy persze adják az i3 VM-et,
Na hát, testre is van szabva, kapsz egy elfogadható panelt, meg kapsz egy kis színkódolást, hogy nagyjából úgy nézzen ki a panel is, meg az ablakkeretek is, ami a háttérbe belesimul, hanem azért eléggé komoly munkát mögéje tettek. Azaz, itt van mit tanulmányozni, van mit megnézni, és el kell dönteni, hogy mi marad, és mi nem marad. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én azt javaslom mindenkinek, aki i3 VM-et szeretne fejleszteni, ne a sajátját másolja rá automatikusan, hanem a kettőt vezesse össze, nézze össze, hiszen itt sok olyan tip, trükk, beállítási lehetőség van, ami lehetséges. Lehetséges, hogy ötleteket ad a kényelmes, jobb i3 VM-ünkhöz. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!